egyszer. A riporter, az újságíró legfontosabb feladata, hogy kételkedjen legalábbis szerintem. A Napló teljes stábja egymás után rengetegszer megnézte azt a jelenetet, amit mindjárt önök is látnak, ahogy Ferike vonaglik, hörög, köpköd, össze-vissza beszél, körülötte pedig mindenki úgy cselekszik, mint egy középkori vérfogyasztó ördögűző szeánszon. Tudtuk, hogy mindez színjáték, csak azt nem tudtuk megfogni, hogy hol a baki. Ekkor jött az ötlet, hogy Végi József barátunkat, a sokat látott pszichológus felkérjük, hogy csináljon úgy, mintha ő lenne a riporter. Jön az ördögűzés és a leleplezés, előre szólok, Ferike vérfagyasztott dolgokat produkál. A gondolják, küldje ki egy kicsit a gyereket a szobából, de aki bírja nézni, figyeljen arra, hogy Ferike mennyire jó színész valójában. Felsőnyék, nyugodt falucska a Balaton közelében. Néhány héttel ezelőtt még ennyi lett volna a leghosszabb jellemzés a kis Fejér megyei településről. Valószínű az újságok sem írtak volna egy sort sem Felsőnyékről, ha nem költözött volna, úgymond új lakó az Ady Endre utcába. Rafaelék ebben a házban élnek gyerekeikkel, Ferivel és Dávidkával. Betört ablakok és kidőlt falak jelzik, hogy valami nincs rendben a falu végén. Ez az a ház, ahol Ferikét megszállta a démon. Megmagyarázhatatlan események egész sora történt az elmúlt hetekben, úgyhogy nem volt mese, hívni kellett a helyi plébánost. Ő adott egy feszületet, ő mondta, hogy hol van tüzelni a feszületeket, megszentelt a házat, azt mondta, hogy meg fog szűnni a rontás, a démoni erő, hogy változás fog lenni. A plébános jelenléte utána, hogy nem ért el a háztól 500 métert, ugyanúgy folytatódott az eseménysor. Innen kiköltöztünk ebben a szobából, átmentünk a kiskonyhába, ugyan így történt, ott is a égés, a dobálás, ablaktörések, a halálfélelem, egy halálfélelem fog el itt ebben a helységben, ebben a házban, a gyerekektől kezdve, én rajtam kezdve mindenki. Mindegyőkön az uralkodik. Ferike 12 éves, egy hónapja már magántanuló. Szülei arra kényszerültek, hogy gyereküket kivegyék az iskolából, Ferike ugyanis közveszélyes lett. Azoknak állítok démonok vannak a gyerekben. Ördögök meg démonok. A családi hiedelem szerint a fiút megszállta a démon. Azaz bármikor előbújhat belőle az ördög. És bújik is, viszonylag sűrűn, és ilyenkor, állítják a szülők, nincs tudatánál a gyerek. Törzúz, levegőbe emelkedik, gyújtogat. Méghozzá úgy, hogy néhány perccel később már nem emlékszik semmire. Szoktam is érezni, szoktam nyomni a mellkasomat. És rosszul szoktam menni erre, nem szoktam emlékezni. Arra szoktam felkelni, hogy apu vagy anyu lefog, de olyan erővel, hogy apu így fog le. Aztán röpköd minden a házba, kávés csésze, kések, cserepek, minden. TV elszáll, kidurulnak a képcsövek, eltűnik a mobiltelefon. Édesanyja kétségbe esetten próbál magyarázatot találni a történtekre, hiszen a család összes ruhája és ágyneműje, mondjuk így, a pokol tüzének áldozata lett. Az elégetett ruhák vannak, ami a lakásba elégtek. Akkor történt a Ferikén a kisfiamon ez a rossz lét, és akkor gyulladt be az ágynemi. Mit fognak most tenni? Hát fogunk menni a Julikához, a természetgyógyászathoz, hogy tudjon a fiunkra segíteni, a fiamra segíteni, hát ha tud rá segíteni, hogy meggyógyítsa. De mit tehető? Leveheti az átkot? Nem, hát állítólag démonok vannak a fiamba, hogy azokat üzi ki. Rafael család tehát mindent egy napra téve a szomszéd falu híres látóasszonyához, Nagyberényi Julikához indult, hogy megmentsék az ördög karmaitól a legidősebb fiúkat. Ursinyi Julika nem ismeretlen az országban. Próbált ő már dimenziókaput nyitni, vakító fénnyel gyógyítani és jövőbe látni. De Ferike esete még őt is meglepte. Nekem ahhoz, hogy a Feriket végigkezeljem, ahhoz kellene egy orvos, kellene lenyugtatózná, komolyan mondom.
hogy végig tudjam kezelni, mert olyan, mint a, nem jó szó, hogy ruham, hanem az az erő, ami benne van, lénynek, démonnak, mindenkinek nevezzük, az ott van benne, és az innentől elkezd tombolni, mert neki nem kell a fény. A családot természetesen már várta a misztikus Julika. Érkeznek majd segítők is szép számmal, de mivel a démon, majd meghallják, sok nyelven beszél, meg bivajerős, szükség van itt tolmácsra és lefogó emberekre egyaránt. Persze nem mindenkinek vannak kötélből az idegei, például ez a fiatalember lánya zavarában jól meghúzta a szentelt vizes flaskát. Most látom a fényt. Nagyon jó. Milyen színű a fény, kicsi van, amit látsz? Sárga és fehér. Az az Jézus és Isteni. Hú, most ilyen vulkánokat látok. Jön Lili. Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Engedj be a fényt a testedbe, kicsim. Engedj, hogy be. Ne engedj, hogy uraljon. Ne engedj, hogy átvegy az irányítást. Most jön felém az a szarvas ember. Jön felém az a vulkán, az a szarvas ember. Jön. Exercise move. Nem te jegyezem. Jön. Uvárjátok hajtad, hallgó! Gyertek! Csikrán! Gyertek már! Vigyázzatok a gyerekre, nagyon vigyázzatok! Vigyázzatok! Uram, a facsergót! Ahová jött a jelmű! Ányvá, támogatok! A lelkemet! A testemet elvihetitek, a lelkemet! Se a lelkemet elvihetik, semmit eltől! Kiűzöm belőled a démont, kiűzöm belőled a démont, kiűzöm! Démon, hagyd el ezt a testet! Hagyd el ezt a testet, kiűzlek, hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Ferike, gyere vissza! Megkapod a Monte Mike-ot, ha elüzöd. Amelyeket te választod. Fehér válva az ósumba viszont. Engedj ki magadból! Nem. Ferike, tagadd meg, nincsen! Nem kapja! Tagadd meg! Nem vagy! Nem létező! Nem létező! Ferike! Nem létező, kisfiam! Látom, hogy rendben vagy, már minden oké. Okay. Többiek is elengedtek. Itt a démon. Hol a démon? Na, most már nincs itt a démon. Ki jött a démon? Ez az úr Vég József kriminálpszichológus. 16 és fél évig dolgozott börtönben elítéltekkel. Volt a rendőrségnél túsztárgyaló, szóval ha valaki, akkor ő megfejtheti a démon titkát. Bár mindjárt hallani fogják, olyan nagy titok azért nincs is. Megnézve a filmet, nekem az a vélemény, hogy a srác nincs más tudatállapotban. Feltétlenül nem beteg. Talált egy nagyon jó felmentvényt arra, hogy hogyan lehet elrendezni azt a sok rosszat, amit tesz napközben, és ezt ez a kultúra be is fogadja ebben a formában. A szülők nem bűnösek azért, hogy ezt elfogadják. Azért viszont felelnek, ha nem viszik el orvoshoz, mert azért mégiscsak meg kell vizsgáltatni. Szakorvos meg tudja vizsgálni egy EEG-vizsgálatot, hogy például van-e mögötte valódi agyi történés, valóban esetleg lehet mögötte valami pszichés történés. Én azt gondolom, hogy egyébként így megnézve, hogy nincs. Próbára tettük a pszichológusi diagnózist. Bejelentkeztünk a családnál egy kitalált televíziós társaságként, de most a riportert a szakember Vég József alakította. Sárcok, te már tudod, te is a fehelyes, én is tudom. Ott hátul majd, hogy jöjjek le, jó? A helyszín megint nagyberény, ahol Julika és segítői már rutinosan teszik a dolgukat. Készen vagy arra, hogy kezeljünk? Igen. Megint jön a vulkán? Igen, jön. Nos, az lenne jó, ha engednél ezt a lávát, tudod, hogy tisztító energia. Folyik fel. Tűz, kicsim, engedd. Kiégetjük. Nem, ilyen lájvá. Lájvá, kirakcsap! Lájvá! A kirakó! Vigyázzatok! Fogjátok! Legyen kell a gólaú! Ferike, ne engedd, hogy uralkodjon rajta!
Ferike, nem engedd, hogy uralkodjon rajtad! A család akár egy színjátszókör, Julikáig a kiegészülő pedig már egy igazi színtársú. Bár Julika a végén a szakértőnek azért beismerte, hogy így bizony nem minden felel meg a valóságnak. Itt voltam most én. Nem, itt nem. Itt nem volt démon. Nem, nincs itt démon, nincsen. Itt nem volt démon. Itt a legelső pillanatok ezben nincs démon. És nem is üszte démon. Nem. Hát ezt az őszinteséget köszönöm neked. Üzdöm belőled a démon kűzöt, ez a démon kűzöt. Démon, hagyd el ezt a testet! Azt látom, hogy ez a kisgyerek súlyos beteg. Na most itt a rájátszás az nagyon sok. Szóval teljes rájátszás van. Ki támogatta még ezt a rájátszás szerinted? Én itt azt látom, hogy csak az apa és az anya. Szóval itt együtt játszik az egész csapat. Aha. Meggyőződésed. Teljes meggyőződésem. A felvételek megtekintésekor erről mi is meggyőződhetünk, hiszen Ferike mindent leleplező meglepetéssel szolgált. Madám Puk, mondom, gépre remélem, hogy jaj! Na! Madám bajba dobtak! Megnézd meg, hogy mi bál! Jaj! És akkor még egyszer lassítva. Ez itt Ferike keze. Ez pedig az ütés a fejtámlára. Anyuka egy kicsit fáziskésésben, de valljuk be, első látásra tényleg démoni pofonnak tűnik. Az ördögűzés vatikáni szabályzata a Ferike fél jelenségeknél óvatosságra int, nehogy az ördögök általi megszállottsággal tévesszenek össze közönséges pszichiátriai eseteket. Második János Pál pápa 1998-ban írta le azt a dokumentumot, amely szerint az ördögök által megszállt emberek sokkal nagyobb fizikai erővel rendelkeznek, és ráadásul ismeretlen nyelven beszélnek. Mindezek alapján Ferike ördögi rohamai nem a démonoknak, sokkal inkább saját magának tulajdonítható. Vég József kriminálpszichológus véleménye szerint Ferikének egyszerűen szeretet hiánya van. Berényi Norbert riportját látták a TV2 naplójában.